Ma délelőtt tartotta meg a Kecskeméti Autista Gyermekekért Egyesület azt a figyelemfelkeltő főtéri sétát, melynek során élményszerű, közvetlen módon igyekeznek elősegíteni a társadalmi tolerancia erősödését, az elfogadást az autizmussal és fogyatékkal élő emberek iránt. Amint egy 200 főt számláló auti sétán, az autizmussal érintett diákok és szüleik, valamint az ellátó intézmények képviselői mellett részt vett a város polgármestere, Szemereiné Pataki Klaudia, és Engert Jakabné alpolgármester is. Kecskemét városa példaértékű minta az autisták elfogadása tekintetében. 2019-ben az országban elsőként kapta meg az Autizmus Mintaváros díjat az Autisták Országos Szövetségétől. Hálás vagyok a kecskemétieknek, hogy a szociális érzékenységüknek köszönhetően előkerülnek azok az ügyek is, amelyekben tehetünk és figyelhetünk egymásra. Ilyen az Egyesületnek ez a mostani alkalma is, amit megszervezett, és elsősorban ugye arra hívja fel a figyelmet, hogy külön figyelmet, nagyon sok energiát, nagyon sok törődést igényelnek az autizmussal élő fiatal és felnőtt társaink is. Van intézményi háló, ami segíti az ő ellátásukat, óvoda, iskola, és ugye Kecskeméten elsőként vidékként a nappali ellátó háló is ugye megépült, ami a felnőttek részére vonatkozik, és segíti a napközbeni figyelmüket, gondoskodásukat, és emellett számtalan olyan program, esemény van, amelyre szeretnénk továbbiakban is egy támogató szolgáltatást és segítséget nyújtani. A város szintén civil egyesületekkel történt összefogás eredményeképpen a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban megépült Kölyökdom játszótéren nemrégiben olyan játszóelemek is elhelyezésre kerültek, melyek kimondottan a fogyatékkal élő gyermekek számára készültek, mondta el stábunknak a polgármester. Az Autista Gyermekekért Egyesület többféle színes programot szervez az autizmussal élő gyermekek számára, ilyen volt a legutóbbi rajzpályázatuk is, melynek díjazottjait a mai auti séta indulása előtt hirdették ki a Kossuth téren, ezt követően indult el a séta. Elsősorban arra gondoltunk ezzel a sétával kapcsolatban, hogy megmutassuk magunkat, érintett gyermekeket, felnőtteket, hozzátartozó szülőket és a pedagógusokat, ellátó szakembereket. Ez tavaly nagyon szépen sikerült, és ahogy itt most a hátam mögött látjuk az idén is, tehát durván én úgy gondolom, hogy olyan 200-an vagyunk itt ezen a rendezvényen. Jelenleg Kecskeméten durván 180-200 ellátott van a rendszerben, különböző intézményekben, és most közülük egy 100-an itt vannak, és a hozzátartozók és pedagógusok is. Más rendezvényeket is szoktunk szervezni éves szinten. Elsősorban a családokat próbáljuk ezen keresztül megszólítani. Mint azt az Egyesület elnökségi tagja, Csilla Lajos elmondta, munkájuk a társadalmi érzékenyítés mellett elsősorban az érintettek és családjaik napi jólétének megteremtésére, megerősítésére, az autistákat nevelők ismereteinek gazdagítására, a jó gyakorlatok átadására, átvételére irányul. Az autizmussal élő személyekről általában nem látjuk, hogy ő autista. Még sokszor az sem, hogy furcsán viselkedik, mert lehet, hogy nem olyan a terhetsége. És innentől kezdve nehéz türelmet elválni a közektől. Én a saját gyerekemmel kapcsolatban szoktam azt csinálni, hogyha bekerülünk egy új helyzetbe, akár egy boltba, mindig úgy szólok hozzá, 18 éves elmúlt, hogy azon látszik, hogy ő nem egy átlagos gyerek. Nem volt még olyan helyzet, amit ne lehetett volna megoldani, türelemmel szólva a környezetünkbe, és általában mindig megkapjuk mi is ezt a türelmet. Kecskeméten a 90-es évek közepe óta folyamatosan elérhető az érintettek számára az intézményes autizmus specifikus oktatás. Az országban egyedülálló a kecskeméti autizmus ellátórendszer folyamatos bővülése is. Céljuk az, hogy miként a közoktatásban, a meglévő szociális ellátórendszerekben is megtalálják helyüket az erre szoruló autisták, akik pedig arra képesek, vállalhassanak tudásuknak, iskolában kifejlesztett készségeiknek megfelelő munkát, találjanak befogadó közösségekre, olvasható az Egyesület tájékoztatójában. Az autizmus spektrumzavar napjainkra minden 68. gyereket érint. A Kecskeméti Egymi Autizmus Centruma óvodáskortól egészen 23 éves korig ellátó rendszere az autizmussal élő gyermekeknek, fiataloknak, ahol jelenleg 132 óvodás, illetve tanuló van.
Fantasztikus helyzetben van Kecskemét, a Kecskeméti Egymi egyik tagintézménye, a Kecskeméti Egymi Autizmus Centruma, ahol 3 éves kortól 23 éves korig várjuk az autizmussal diagnosztizált gyerekeket és fiatalokat, rendkívül felkészült kollégákkal, nagyon kiterjedt kapcsolati hálóval, tehát több egyesülettel, alapítvánnyal együttműködünk, és autizmus szakos gyógypedagógusaink pedig pontosan ezt az említett korosztályt nagyban segítik. Azok a fiatalok, akik kikerülnek a speciális iskolákból, kaphatnak egy további alternatívát is 23 éves koruk felett. Szerencsés helyzetben van a város, hiszen itt van nekünk a Csodabogár, ahol nagyon-nagyon sok tanulónk itt az autisétán is részt vett, és ők ott folytathatják legalább a nappaljaik, tehát azok a percek kitöltöttek, szakmai felügyelet alatt vannak, és egy picit a teher is a családokról leesik, és aztán persze nagyon sok család onnantól kezdve, hogy kikerül tőlünk 23 évesen, ráhárul ez a feladat. A mai esemény zárásaként a Kossuth szobor mellett készült egy közös fotó, kezekben a sok-sok kék zászlóval. A sétára regisztrálók kék fejpántot is kaptak ajándékba.